följegyzés. Így ekkor itt, e dombtetői házban, magányosan egy nyárközépi szombatnap délutánján, amikor a ritkán megrezzenő lombok a forróságban sercegtek szinte, így ekkor meg itt feküdtem én iszonytató idő után és iszonytató idő előtt, jeltelenül s jelentéktelenül, hideg aggyal tudván a semmiségem, mégis magam emésztő szomjúsággal, hogy a milliárd év és billió ember szőtte szöveten valami nyomon maradjon, s nem csináltam úgy, mint az ide látszó bérház egy lakója, egy ifjú asszony, ki a függönyökkel sötétített szobából, a parányi, mélyárnyékos teraszra lépve, csöndes dallal száján megöntözgette rendre virágait, a szombat délután nyugalmával szívében, s mit se bánva múltat jövőt, forgott a jószagú hűs nedvességben, hagyta az időt tovább suhanni, álmatok közönnyel tördelte a hervadt virágokat, s egyetlen percet sem gondolt magára.